szeretettel köszöntök mindenkit. Az Ars Sacra Fesztivál célja a művészet erejével segíteni Európát, hogy visszataláljon gyökereihez, a zsidó-keresztény értékekhez. A programsorozat keretein belül megrendezték a Nyitott Templomok Napját is, melyhez idén először a Szentkereszt plébánia templom is csatlakozott. Az a célja, hogy a keresztény művészet értékeire felhívja a figyelmet, és ezáltal talán sikerüljön megőrizni és továbbadni ezeket az értékeket, illetve az Istenhez emelni a lelkeket. A Szentkereszt plébánia templomot a katolikusok csak a törökök kiűzése után 78 évvel szerezték vissza, mondta a művészettörténész Vágó Katalin. Nagyon lélekszemű katolikus közösség kérte a templom visszaadását, és ez 1754-ben meg is történt. Abban az időben azonban már a meglévő templom kicsinek bizonyult, és 1821-ben elkezdték lebontani a középkori templomot. A Nyitott Templomok Napját egyébként minden évben megtartják. Ilyenkor megkérik a történelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg templomaik kapuját, és színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket.